A két gárda bajnoki helyezéstől függetlenül mindig kiemelt mérkőzést vív egymással, a két város közelsége és futball múltja okán nagy figyelem övezi az összecsapást. A BL se várta jobb formában a 90 percet, ezt igazolták is az első játék részben. A negyedik percben egy öngóllal kezdődött a gólzápor, Doblerről került a kalocsai kapuba a labda. Az első fél órában még további kettő találatot jegyeztek a vendégek, Nagy és Fabók talált a kapuba. A 30. percben Follárt révén szépített a kalocsa, de a hazaiak öröme egy percig tartott csak, ekkor Nagy előd ismét eredményes volt. Sőt, a játékrész végén Fabók is duplázni tudott, így a szünetben 5-1-re vezetett a BL-se. A második félidőre így nem maradt sok nyitott kérdés. Itt előbb kettő bajai találat esett, így a hajrában lőtt kettő kalocsai gól csak az eredmény kozmetikázására volt elég. A BL-se 7-3-ra nyert Kalocsán, nagy meglepetést okozva ezzel. Azért számomra is kellemes meglepetés volt, hogy ilyen pontosan és gyorsan tudtunk akciókat vezetni, de igazából az utóbbi időben ez a jellemző ránk, hogy sok helyzetet alakítunk ki és sok gólt is rúgunk. A Kalocsa együtteséből jó néhány kulcsjátékos távozott a nyáron, így kissé megfogyatkozott kerettel vágott neki a gárda a bajnokságnak. Ez meg is látszik a felemás teljesítményen, de a mostani KO a hazai szakvezetőket is meglepte. De nem voltunk benne a meccs belejétől fogva, nem láttam azt az akaratot, azt a hozzáállást, ami eddig volt, és ennek kezdett az eredménye, hogy 7-ságba, amiben 3-at tudtunk mi rúgni, 7-3 lett, tehát nagyon súlyos vereség, és itt elmondtam a játékosnak, jó volna, ha magukban néznének, és megnyert két győzelem után nem járkálnánk a fellegekben, hanem a földön, és dolgoznánk tovább. A győzelemmel a BL-se fellépett a dobogóra, jelenleg a 3. helyen áll Evanics Zoltán együttese. A győzelmi sorozatot vasárnap délután hazai környezetben a Soltvatkert ellen folytathatják nagy elődék.